Sziasztok! A mai könyvünket egy olyan írónő írta, aki ezeknek a gyönyörű köteteknek a szerzője. Következzék Kiera Castor, a szirén! Előszóban pár mondatból a szerzőről, azaz Kiera Castorról. A szerzőnőről azt kell tudni, hogy először megírta a párválasztó sorozatot, ugye Amerika és Maxonnak a történetét, ami egy nagyon sikeres és nagyon jó sorozat lesz, nagyon sokan szerették, nagyon sokan kedvelték, elolvasták, sorozatot is szerettek volna belőle készíteni, és gyönyörű borítókkal lettek kiadva. Szóval egy fantasztikus sorozat volt, aztán utána jöttek a kiegészítő kötetek, ahol Maxon anyjáról, Amerikának a barátnőjéről, illetve Maxonról és Ashburnról volt szó, szóval az ő szemszögükből is láthattuk, hogy hogyan zajlott a párválasztó. És miután a párválasztó sorozat véget ért, még mindig folytatta az írónő, nem más ment Amerika lányával, Aidlinnel. Az ő történetéből viszont már csak két kötet készült. Meg is mutatom! Ezek olyan szépek! És mindezek után következett a Szirén című kötete. És akkor most beszéljünk ugye erről a könyvről, mert végül is ez a téma a tenger és egy óriási nagy, lelkeken átívelő szerelem. Igen, ez furcsán hangzott. A történet onnan indul, hogy 1900-as évek elején Kélen átváltozik Szirénné, és 80 kerek éven át szolgálja az óceánt. És egy nagyon furcsa viszonyt alakítnak ki így egymásra, hogy az óceán és Kélen, de ez kicsit később. Amikor Miami-ban vannak, akkor viszont megismerkedik egy Achille nevezetű sráccal, aki persze itt rögtön belezúg, és próbál elszakadni tőle, elköltöznek, ide mennek, oda mennek, de folyamatosan vissza vágyik a szív a srác után, és utána még egy párszor találkoznak, és aztán történik egy omniózus esemény, ami miatt Kélen állapota elkezd romlani, haldokolni kezd, miközben a szirénáknak nem árthat se betegség, se semmi, egyszerűen ők olyanok, mint a szuperhősök, szóval semmi nem történhet velük, és Kélen mégis beteg lesz, mégis haldoklik, gyenge, fáj a feje, nem tud lábra állni, lázas, szóval hihetetlen, hogy tud egy szirén így megbetegedni, és később kiderül, hogy Achille is ugyanebben a korban szenved, és a kérdés az, hogy akkor mi történt velük? Mert csak ők szenvednek ilyen korban. És ugye Kélennek van három testvére, Miaka, Elizabeth és Padma per Aslin. Aslin az elején van, aztán ugye ő távozik a szirén közösségükből, a nővéri testvériségükből, aztán következik hozzájuk, jön hozzájuk Padma, úgyhogy végül is négyen maradnak. Nagyon furcsán leírja az írónő olyan életszerűen, hogy ők hogy próbálnak négyen, ugye egyszerre testvérek, nővérek, családtagok és barátok maradni, és látszik az, hogy viszonyulnak egymáshoz, hogy segítik a másikat, mit tesznek meg azért, hogy a Kélen például jobban legyen. Próbálják egymásba tartani a lelket, és nagyon szeretik egymást, ők egy tényleg nagyon szerethető társaság, számomra Miakával az élen, úgyhogy én őt nagyon kedveltem. És ott van ugye az óceán, aki belelát a gondolataiba, érti az érzéseiket, a félelmeiket, őtől nem tudnak elbújni, bárhol legyenek a világon, ő mindig utaléri őket, mindig ott van velük, és nagyon furcsa kapcsolatuk van, mert olyan, mintha az anyjuk lenne, meg az apjuk, szóval egyszerre nagyon szigorú velük, és hogyha valamit nem úgy csinál a négy szirén, ahogy kellene, akkor azért büntet is az óceán. De hogyha jól végzik a dolgokat, akkor megkapnak ajándékot is, szóval így ilyen apa-lánya, anya-lánya kapcsolat van köztük, nagyon érdekes, amit ők kialakítanak, főleg az óceán és Kélen köztük, tényleg ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen nagyon furcsa kapocs van. Hogy kötődhettek a szirének az óceánhoz, és hogy lehet ilyen különleges képességük, az azért van, mert ez a négy lány mindenki könyörgött az életéért, hogy ne halhasson meg valami úton, módon a vízbe kerülésük után. És ha az óceán megment valakit, akkor 100 évig kell szolgálnia, 100 évig kell szirénnek lennie. Ez alatt a 100 év alatt, ugye, mint mondtam, nem lett semmi bajuk. És a feladatuk az, hogy etessék az óceánt, ami elég hülyén hangzik, de így van, ugyanis a szirének éneke elveszíti a hajókat, bármilyen óriási vízen járó hajóhoz oda mennek a szirének, elkezdenek énekelni, mindenki megbolondul, a vízbe ugrál, és az óceán felfalja az embereket, úgyhogy a szirének etetik az óceánt. A szirénetnek tehát ez a feladatunk, hogy 100 éven keresztül letessék az óceánt, és minél több embert süllyesszenek el hajóval együtt, és hát evidensen így akkor
nyírjanak ki. Ami nem olyan jó, mert Kélent ez folyamatosan frusztrálja, folyamatosan úgy érzi, hogy egy csomó ember áldozott, mindenki az ő lelkén szárad, és ezt nagyon-nagyon bántja, és erre ott van a betegsége, és ott van Akilli, és az a furcsa viszony az óceánnal. Úgyhogy ez a lány mindent összetesz magában. Igen. Ez lenne igazából a történet, és akkor kanyarodjunk is át a karakterekre. Kezdem azzal, akit legelőször nagyon megkedveltem, ez Miaka. Az a festési stílus, az a kreativizmus, mert minden, ami benne van, az annyira valahogy így közel állt hozzám, hogy őt nagyon megszerettem benne. Elizabethben azt szerettem, hogy pattogó, kreatív és lázadó volt, és valahogy annyira illett a társaságba. Padmát nem annyira kedveltem azzal a búskomor gondolataival. Aztán ott van ugye Kélen és Akilli. Akilli egy csupaszív, hihetetlen, kedves, aranyos, rendes srác. De én attól még annyira hihetetlenül nem zúgtam bele, hogy na most na. De kedves, aranyos. És ugye van a főszereplőnk Kélen, akiről a legtöbbet hallottunk, olvastunk, ugye az ő gondolataiba jártunk egész végig. Kicsit ambivalens vagyok ezzel kapcsolatban, mert egyrészt megkedveltem őt, és értem azt, hogy miért érezte olyan rosszul magát 80 év szolgálat alatt, és értem azt is, hogy miért szeretett volna kiszabadulni ebből, és azt is, hogy miért zúgott bele Akilliba, de valahogy azt a mély és folyamatos frusztrációt, hogy nem próbálta meg elengedni, vagy más szemszögből látni a dolgokat, az egy kicsit zavar. Mert már ennyi ideje ott volt, hogy a 80 éve, akkor már azt a 20 évet, ha kibírná, vagy valahogy a 20 év az még mindig kevesebb, mint 80 év. És ha 80 évig bírta, akkor hova tűnik a 20 év? Szóval nekem úgy tűnt, hogy a végén így most mindent feladott, és nem tudom. Az a elkötelezettség, meg az a keménység, ami benne volt, az valahol ott megtört, és így mindent elengedett, és akkor nem próbálkozott semmivel. És valahogy olyan szomorú lettem tőle, hogy de most miért? Jó, persze érthető, hogy miért, meg értem, hogy az egész történetet, de valahogy olyan keserédes lett nekem a végén, még akkor is, hogyha tudom, hogy mi lett a végén, és a végének nagyon örülök, hogy úgy lett, mert szerintem hogy ez így szép, teljes keretbefejezés lett, de valahogy valami ott a 200. oldalon ott megtört nálam, és ugyanazt éreztem, mint a párválasztó sorozat végén, ennél a kötetnél, hogy na akkor gyorsan zárjuk le. Hogy a vége valahogy akkor így jó, ezt lecsapjuk, és így vége. Ami furcsa. Az eleje hihetetlen jó, és nagyon izgalmas a közepe is, és ahogy így végigmennek, és megismerünk mindent és mindenkit, és látunk mindent, az valami fantasztikus, és én azt mondom, hogy ha én egyszer könyvet írnék, így kéne írni. Ez egy fantasztikus regény, fantasztikus szófordulatokkal, van dinamikája, sebessége, nem alszunk el rajta. Ez egy hihetetlenül szuper regény a 200. oldalig. Mert ott nekem valahogy nagyon belassult, és utána már csak írjuk meg gyorsan, és csapjuk le. Valami ilyesmi volt, és ez annyira nem tetszett. Úgyhogy igazából ennyi, 4,5 csillagot adtam rá Majon, mert jó volt, és imádom Kiera Kast, és szerintem szép történet volt, és nagyon újszerű és különleges. A végét leszámítva már tökéletes, de igen. Szóval ez egy nagyon jó regény, és nagyon ajánlom mindenkinek. Ajánlom fiatal kamaszoknak, ilyen 14 év felett bárki szerintem elolvashatja, mert szerintem ez egy fantasztikus regény, és nagyon-nagyon sok mindenkinek fog tetszeni, mert tényleg nagyon szerethető. És vonatkoztassatok most el attól, hogy nekem a vége nem tetszett, lehet, hogy nektek pont a vége fog tetszeni, mert ez egy különleges könyv, és szerintem megéri elolvasni, megéri megvenni, tehát ez a hihetetlen borító, az oda megy a többi Kiera Kasthoz, szóval zseniális és nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy az írónő megírta. És Amerika története után megismerhetem Kélen történetét is. Szóval köszönöm szépen Kiera Kast. És akkor nekem igazából is ennyi lett volna ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és itt voltatok ma velem, bármilyen komment, bármi eszetekbe jut, írjátok le nyugodtan alulra a komment szekcióba. Nem tudok több mindent elmondani, tényleg köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Én Hilsz voltam, és hamarosan jelentkezek. Sziasztok!